Üdvözlök! Ismételem! Mindenkit! Régen volt ilyen felvétel! Mostan továbbítam gondolkodni, más dolgaim is voltak! Nem csak ez a YouTube, meg a virtuális web való kivezetések, vagy elvégeztetések. És mostan elgondolkodtam azon, hogy honnan ered ez a videokártya szokás, vagyis a GeForce-as. Máshogyan kell értelmezni ezt. GeForce-ozás az más. El sem meg kell jó GeForce-oztatni valakit. Elkező nem érkezett. És azt fel lehet tölteni az internetre. Annál jobb a felvétel, ha minél nyersebb. És azon tűnődök, hogy mi a fénynek kellett ilyen grafikus kártya. Egyáltalán van abban a logika, hogyha én GeForce-os videókat töltögetnék fel az internetre, benne szereplő én lennék, hogy szikron egy pár szikronhang, 5 perc ide vagy oda, és ezért vannak az SRT-k. Mi is az az SRT? SRT. A Google keresővel jelentottam. Az SRT az egy olyan szövegszerkesztő, amivel lehet csinálni a videó alá feliratot. SRT. SRT Creator. Creator, vagyis lehet a VLC lejátszóval is. Online verzió is van. Ingyenes verzióban vannak. És úgy kell képzelni, hogy maga a videó fáj abszolút nem sérül meg. És itt vannak, amikkel lehet kihagyva a VLC, ez a Stupid Reddit, és itt van, percenként, másodpercenként be lehet állítani. Egy kis alkalmazás az egész, és felirat rá a feliratot, start, és megvan, és lesz mentet, és akkor egy külső lejátszó van meg bemásra. Ha nem is kell egyszerűen rippelni a videót se, semmit se. Csak jobban kell az agynak működnie. Működnie egy munkás kifejezés. Az agykapacitásnak jobban kell vernie az IQ-tnak. Itt van kreatorra, több fajta is van, eldöntött, hogy milyen színű legyen a felirat. És itt van hangod, bejelöld. Vannak. Tehát lehet, hogy van nyitforráskódó. Vezélyk is. Bérem azt ad, hogy... Ubuntu. Ilyen rendszeren. Hogy lesznek ilyen régebbi fölvételek. Soha mi az minnák írni. Feliratot! Től is ne, írok egy párat, rá lehet tölteni az internetre, le lehet fordítatni, és kíváncsi vagyok-e egyáltalán a YouTube le tudja fordítani. Jó, nem fogja, mert arra megy, hogy te fizessé egy fordítónak. A botok se nincsenek, semmi más. És még nem hallottam róla. És itt vannak a Linux alatt ilyen szövegszerkesztők! Gnemo, Subit lesz! Lejátszó mellé, behúzod, és akkor így. Jabber.
Subitle Workshop. Jön ez a kicsike, GNM-os alkalmazás. Lehet a VLC Subitle Editorra. Nézem! Hogy itt vannak ilyen alkalmazások. És ehhez, hogy te egy nyers videóhoz. Szövegszerkesztés. Videóvágás nélkül. Nem kell. Videóvágás sem nagyon hozzá. Maximummal. Ha jó kamerázó, a felet eltünteted, akkor nem kell, semmi se. Írni kell hozzá egy kicsike feliratot, és ez felesleges egyszerűen a GeForce, vagy egy komolyabb grafikus kártya, nincsen értelme neki. Itt nagyon sok logika van itt. Hogy minek kell a vacak a köznépnek szintén, folyton csak játszanak grafikus kártya. Szerintem felesleges. És itt lehet látni a következőt! Hogy miért is lett ez a gigabyte-es alaplapfok, ami egészen csak dual-core-osok. Azért, mert egyszerűen feleslegesnek tartottam azt, hogy legyen benne grafikus része. Minek kell külön egységet beletenni? Az adott feladatot képes elvégezni. Hogy egyszerűen felesleges a grafikus kártya, akik ilyen programokat is szoktak csinálni, irdogálgatni. Driveroknak ott is nincs nagy haszon a grafikus kártyának. És itt van. Ez az egyik verzió. És ott mindenki ez az oda. És itt van a specifikációja neki. Quad-core-os. 1,3 GHz-es. Az ura jelen neki. Az a gyors, hogyha együtt tud dolgozni a RAM frekvenciája, 1600 MHz-et lebutított 1,3 GHz-re. Hogy megvan itt mindennek. Mi van ez az Enterprise? Van még hirdetések vannak. Választva Svétent. Hogy nincsen logika azon, hogy a rossz helyen vacak gép lett véve. Vacaknak sokkal többe kerül, mint ha logikusan lett volna. Gondolkodva lett volna B-fej. Jobban jártam volna, legelsőnek egy olyant vettem volna, amiben lett volna egy integrált kártya, de akkor nem a processzorban voltak, hanem az alaplapon voltak rajta. Mellette meg egy eléggé minimálisan egy jó processzor. Ami nagy felesleg. Én mondtam, hogy annyi lett volna a dolog. Meg volna a nyers videó alá írni feliratot. Ez lett volna a nagyon nehéz feladat. Minél nyersebb a videó, annál jobb. Hogy egyszerűen megrontottak. Szokás szerint valahogyan, mint mindig, ez az oktatás, vagy nem tudom mi, hogy egyszerűen megrontottak. Egyszerűen tőle tudták tenni a gondolkodást menetet. Egyszerűen meg kellett volna fogni. Lettek volna színészek, szépen autóra tenni őket, jó meggyforszni őket, és ennyi lett volna a feladat. A videót, vagy hangot
Csak alig kellett volna 5 perc feliratni, aztán meg feltöltenem az internetre. Azt is bírtam volna csinálni. De nem! Ez helyett letéve egy nagyon rossz számítógép. Azt sem értem, hogy mi logika szerint lett. Mi volt az értelme egy AMD A4 5300K-s számítógépnek? Valóságban nagyon semmi se. Semmi értelme nem volt annak a számítógépnek. Mai napig megvan! Nézzem, hogy nem is jön be a keresőbe se. Hogy valaki ilyen tévitek, hogy jó, de jó, lehet rajta gétöltözni, mert itt nem tudom micsodák. Itt van bejött egy Papi Linuxon. Egyszerűen a keresőből már kezdik eltüntetni az eredményeket. De nem, még itt van, kemény. Hány darab? Egy darab? Le van tesztelve. Hogy nem bírja el a képet, az Ultra HD-t. Most, jaj, Ultra HD-t kell látnom. Ultrát! Üdvözlök ismételem mindenkit! Régen volt ilyen felvétel, azért nem volt. Egyszerűen az agykapacitás nem volt. Szokás szerint már 3 nap után is az agyon járt, mint most is. Egyszerűen az agykapacitása, rájöttem arra, hogy ha minél több vacak recert eszik ilyen vesz ennivalókat, ilyen ketchupot, például majonéz, minden vacak! Fehér kenyér teszi tönkre az agyat. Tele van méreggel, a buza is. Én tudok olyan a szervezeteket, akik ilyen mezőgazdasággal foglalkoznak, akik nem méreggel fújják le a buzát, úgy adják át. Megtehetik. Mitől is ne? Ha lehet, akkor nincs ellenőrizve, hogy nem érdemes semmilyen fehér kenyeret enni, mert az agy legmérgezettebb. Kenyérfajta. Ez ugyanaz. Hogy itt is letvépve, és én itt azt hittem, hogy ez képes lesz Ultra HD videókat lejátszani. Amúgy meg maximálisan a konvertálásokat a videóknak 480p-re képes. Egyszerűen fölöslegesen lett véve! Látszik, hogy beakadozik a kép kockák, hogy nem bírja el az UHD TV felbontást. Miért is szép annyira? Úgy néz kint a való kép, de ez nem a valóság, hanem ez egy virtuális kép. És itt van ebben a rossz logikákkal. Egy időben kezdtem észrevenni, hogy rossz út felé haladtam. És akkor gondolkoztam azon, hogy egy Intel Atom kellett volna. Nem vettem meg, mert eléggé olcsó lett volna. 8500 dináré, kb. 100 euróé, mert régesség óta vettem volna egy Intel Atom számítógépet. Minden rajta lett volna. Boldogan letett volna rajta. Hogy is hívják okat? Videók alá. Másfél a videók alá is, fényképek alá feliratot készíteni. Hogy képes lett volna, az agyam akart volna csinálni videókat. De nem bírtam, mert voltak olyan hülyék, akik a... egyszerűen utamba álltak. És mostan azon vagyok, hogy hol lett minden elrontva. Legesnek az lett elrontva, nagyon sokan pofáztak. És azok a szép idők, amikor még oldáskoromból jártam. Látta azt, hogy szihapatozó volna. Nyugodtan! Pofázik! Akkor mi nem vered meg? Hogy egy gyermekkel, más gyermekkel is pofázni mert, hogy többen is rászállt, hogy sziapatan nevelést kaptak, meg kell jó büntetni. És
Itt vannak a C 300-asok! Nem ez volt, hanem Intel Atom N 2000 volt? Nem. Még 1, ha a hz-es volt? D 500 10-es volt! Nézem, hogy mellé mondtam egyáltalán. Ez volt 1,66 GHz, de dual-kóros volt. És mindössze 8 1000 dinár, vagy szóval 100 euróba került volna. Ilyen kicsike jobb lett volna. Mindössze 13 wattot fogyasztott volna. Ezt helyett meg letéve egy 65 wattos vacak számítógép. Itt van. Na. Hova is van a hülye agy logika? Jó gondolom gigabájte volt. Intel Atom. És itt is van. És egy ilyen, ami már merett volna véve, nem tudom már hány év óta, megmondom hány év óta, már 11 év óta, milyen 11, ó, már 12 év óta terveztem, hogy veszek egy ilyent, de nem, azért mert rossz környezettel álltam össze, és nem hallottam semmire se. A környezet befolyásolásai voltak. És itt van. És ilyen lett volna. Van rajta grafikus kártya. Még a bár lett volna a maximális sebesség. Memória. És 4 darab harddiszket lehetett volna rákötni, és Intel Gamia 3150-es lett volna a grafikus kártya. Ami untig elég lett volna. Hogy nyers videók alá, lehet, hogy olyan videók is lettek volna, ahol mentem volna, mint most, vagy jobb lett volna, és akkor lett volna rakva neki felirat. Itt van 400 MHz, ilyen 400 pixel ráta, 400 textúra, 800 lett volna, 12,8 flops, mindössze 13 wattot fogyasztott volna, meg épül kluk. 400 MHz lett volna 2007-es verzió, kb. Ugyanannyi a ennek a számítógépnek is a benne integrált grafikus meghajtónak is a frekvenciája, csak annyi, hogy processzorra együtt, ha jól tudom, 25 wattot fogyaszt, vagy 20 wattot, de mértem pontosabban maximálisan 32 wattot, és kb. Olyan 15-öt ének, vagy 25-öt ének, akkor még 29-et a valóságban. És itt van ez DirectX9-es, és elég lett volna, untig elég lett volna, nem csak arra, lehetett volna rajta programozni is. Egyszerűen, ez a sok hülye közé való járás, tönkre mentem. Tönkre tették az agyamat. Mindig tudtam azt, hogy fölösleges a grafikus kártya. Hogy nem kell bele, mi a fenének kell. Belesült egy párszor a GeForce. A GeForce-ot valósába kell játszogatni, nem pedig rend egy grafikus kártyával. Lassacskán befejezem ezt a videómenetet, hogy mégis a videót rövidítő. Szó! Arról volt szó! Hogy az látszik meg, hogy hova vezet az, ha
rossz a környezet. Környezeti hatások, hogy egy nagy fogyasztású processzor lett megvéve. És olyan lett legelső számítógépen olyan volt, amiben nem volt. Egyszerűen nem volt integrált grafikus kártya az alaplapján. Ami azt jelenti, hogy már három darab GeForce Nvidia-t már tönkretettem. Mi pont Nvidia, meg GeForce? Azért, mert az oktatásban ez van a legjobban hangasztalva ilyen játékoknál. Vagy egy kicsikét kellett utánoznom a